Petőfi utcában található Lámkrumhely Történeti Park kedvelt pihenőhelye a vörösváriaknak. Olykor rendezvényeknek is otthont adó zöld liget egy tóval a közepén. A nyár folyamán a mesterséges kis tó megújult. 10 éve már, hogy ezt a Lámkrum Parkot létrehoztuk, és benne emlékül a régi hajdani itt volt tóra, ezt a kis mesterséges tavat is benne megalkottuk. És az elmúlt 10 év során a tónak, mesterséges tónak a fóliája előregedett. Az öregedés miatt erős UV-sugárzás is van, és nagyon sekélyett az egész, egy 60 centi körülbelül a mélysége. A fólia annyira előregedett, hogy töredezett, több helyen kilukadt, a víz elszökött belőle rendszeresen, és nem lehetett állandóan pótolni a vizet. Ugye amúgy is alacsony a víz, a növények tönkrementek, a halak, sok hal is volt benne, díszhalak, úgyhogy muszáj volt lépni. Gyakorlatilag egy teljesen új tó készült, tehát nullára el lett bontva a régi tó, nem csak a fólia, a kavics, az összes növény átmenetileg ki lett menekítve, a halak, stb., és gyakorlatilag nulláról egy teljesen új technológiával, új kaucsuk fóliával, ez egy jóval vastagabb és UV álló anyag, 1 mm vastag, tehát nem tudom a régi mennyi volt, de ez jóval erősebb. 15 év garancia van rá, de a kivitelező szerint még annál is többet bír, és ezzel az új anyaggal elkészült, új kavicsozással, egy újfajta kerintető szivattyút is vettünk bele, tehát a víz áramolni fog, és már a növényeket visszatelepítettük, és 2 hét múlva majd a halakat is visszatelepítjük, úgyhogy hát remélem, hogy most hosszú időre akkor ez a tó, nem is hogy az eredeti szépségében, annál nagyobb szépségben fog tündökölni. A tóban a növényzetet rögtön visszatelepítették, a halakat pedig 2 hét múlva. Később pedig további díszhalakat is telepítettek. A tó körül elvetett fűmag miatt körbekerítették a tavat, hogy a fű megerősödjön. A munkálatokat a Leskó Kereskedelmi Szolgáltató BT végezte. Hát a tavaszi időszakban kaptuk a felkérést az Emlékpark mesterséges tavának a helyreállítására. A feladat gyakorlatilag az volt, hogy egy olyan régi fóliázattal találtuk magunkat szembe, ami már több helyen sérült volt, a vizet elengedte, a víz algás volt, illetőleg a környezetet kellett, hogy rendezzük, hisz több helyen ugye felgyomosodott állapot volt, a kavicságyazat be volt csúszva már a tónak az alsó részébe. Hát alapvetően minden úgy ment, mint a karikacsapás, de itt azért meg kell említenem, hogy ez nagy segítséget nyújtott a városi önkormányzatnak a kertészeti csoportja, akik gyakorlatilag folyamatosan figyelemmel kísérték a munkálatokat, és amikor nehézségekbe ütköztünk, akkor azonnal segítségünkre siettek, helytáltak, végigkísérték a folyamatokat. Ezzel együtt azért ezt meg kellene említenem, hogy a fóliázat kiemelése után derült ki, hogy a mesterséges tónak az alágyazatán is igazítanunk kell, illetőleg egy érdekesség történt, a mélyzóna kialakításánál, illetve rehabilitálásánál egy természetes vízbetöréssel találkoztunk, amit ki kellett, hogy váltsunk. Ezt kavicsolással, illetve a szintek beállításával, textillel, fóliázattal állítottuk úgy be, hogy nem változtattuk meg a víz folyását, tehát nem törtük meg a víz folyását, és erre épült rá gyakorlatilag az új mesterséges tó. Fontos megemlíteni, hogy az új tó a megrendelő igények alapján már kaucsuk fóliázattal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal strapabíróbb termékről beszélgetünk. Ugye miután ez közterületen van, és alapvetően látványtechnikai szolgáltatást nyújtana, ezzel együtt ugye ezt nagyon nehéz kontrollálni, hogy az ide látogatók esetleg a tó partvonalán ne sétáljanak, és ez ugye alapvetően egy gyengébb minőségű fóliánál sérüléseket okozhat. Ez a fólia helyt fog állni, reméljük, hogy nagyon hosszú évekig itt a város részére. A tó felújítása 3,7 millió forintba került.
Közben még a hidat is újra festették, meg ilyen kisebb gyeptéglázások voltak, tehát kiegészítő munkák is voltak. Körülbelül így a teljes felület az körülbelül 500 négyzetméter, tehát így ez a komplett felújítás volt 3,7 millió, még utána a szivattyú az nem volt benne, az egy ilyen 150 ezer körül volt, tehát azt mondom, hogy közelít a 4 millió forinthoz, de úgy gondolom, hogy megérte, mert nagyon sokaknak van öröm ebbe tolva, tehát gyerekek, felnőttek nagyon szeretik a tavi rózsákat, szeretik a halakat etetni, meg ilyesmi. Most ügyelni fogunk arra, hogy meg fogjuk kérni a lakosságot is, hogy senki ne telepítsen bele idegen halakat, mert ezek ugye kényes kérdés, hogy egy ilyen tóba a biológiai egyensúly meglegyen, ki is fogjuk írni, és igyekszünk akkor még hát ezt a teljessé tenni a tavat a hal telepítésre, és akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon szép tavunk lesz hosszú időre.